A magyarság egyik legfontosabb szakrális erekjéje a magyar Szent Korona. Több, mint koronázási ékszer, és több, mint az ezer Kárpát-medencében eltöltött esztendő emléke. A magyar alkotmányozás jelképe napjainkban is, hisz a Szent Koronatan révén a jogfolytonosságot jelenti. Azok a tolcsvai lakosok és a környéken élők, akik megjelentek azon a zarándoklaton, mely során a Szent Korona másolata eljutott a településre, most megtekinthették azt és leróhatták a tiszteletüket. Évszázadokon keresztül a Szent Korona a magyarság összetartozását jelentette, hiszen a Szent Korona országait a Szent Korona fogta össze, és függetlenül az uralkodó személyétől mindig a Szent Koronára tette le az esküt. Ez egy olyan hagyomány, amit őrizni és tisztelni kell, hiszen a magyar alkotmányozásnak a jelképe is a Szent Korona, hiszen megváltozott, már nincs királyunk, köztársaságunk van, de mégis a Szent Korona ezer év után is a magyarság összetartozását jelenti. És ezt Kárpát-medencében talán sokan kritizálják, sokan nem értik, de mi ezer éves történelemmel a hátunk mögött, mi ezt tudjuk, mit jelent. A Szent Koronát a történelmünk során egyszer valóban őrizték a másolatot most befogadó római katolikus templomban. 1806. március 13-a egy olyan felemelő nap volt annak idején Tolcsván, ami egy ilyen település életében ritkán adódik. Az, hogy mi vendégül láthattuk a Szent Koronát, és a Szent Korona őrei között tolcsvai őrök is voltak, az nekünk különösen nagy megtiszteltetés. Ezért is gondoltuk, hogy 2011-ben megpróbáljuk elhozni az egyik Szent Korona másolatát. Vóth Imre elnök úr segítségével ez is meg is történt, és úgy gondoltuk, hogy most van itt az ideje annak, hogy újra ilyen nagy élménybe legyen része a tolcsvaiaknak, és a szavakat tett követte, és ma tanúi voltunk egy újabb emelkedett pillanatnak, amikor az egész település végignézhette és tiszteletét tehette a Szent Korona előtt. A helyi lakosok számára felemelő érzés volt az erekje másolatával találkozni. Számomra nagy öröm és nagy megtiszteltetés. Ezelőtt jó pár évvel ugyanitt itt volt a Szent Korona, ugyanúgy nagy szeretettel és nagy örömmel vártuk. Hát az első megérkezése, hát az nagyon nagy felemelkedés volt, mert ugye még mi nem találkoztunk a Szent Korona másolattal. Azelőtt még ugye én sem voltam megnézni az országházba, és itt személyesen találkoztunk a Szent Korona másolattal. Most ugyancsak egy felemelő érzés volt, hogy újra itt lehettünk. A Szent Korona másolat érkezését a település egybekötötte az ez évi március 15-i megemlékezéssel, így a 8-kor színház ünnepi műsorát is megtekinthették a jelenlévők.